Azért van szükségünk a növekedésre, mert csak növekedés révén válhatunk azzá, akivé Isten tervezett bennünket. Csak a növekedés révén válhatunk azzá, akivé Isten tervezett bennünket. Ahogyan egy növény a magból, a növekedés útján lesz kifejlett növény, vagy ahogyan egy bármilyen más élőlény, állat vagy ember növekedés útján jut el a kiteljesedett állapothoz. És valójában Istennek a célja vele nem a magzati vagy a csecsemő állapot, hanem a kiteljesedett állapot. Tehát nekünk is lélekben, szellemben, Isten gyermekeiként, az új Krisztusi életünkben fel kell növekednünk ahhoz, hogy mindaz valóra válhasson, amit Isten tervezett velünk kapcsolatosan. Egyénileg is, és gyülekezetként is. A mai mondani valómat az 1 Korintus 3-mal szeretném kezdeni, amikor Pál apostol ír ennek a gyülekezetnek, és hát bizonyos belső vetekedéseket próbál kezelni. Ott a korintusi gyülekezetben voltak olyanok, akik az egyik szolgálót favorizálták, mások a másikat. Egyik azt mondta, hogy én Pálé vagyok, a másik azt mondta, hogy én Apollósé vagyok, a harmadik azt mondta, hogy én Kéfásé vagyok, a negyedik azt mondta, hogy én Krisztusé vagyok. Szóval ilyenfajta viták voltak, és akkor Pál apostol helyre tette őket, és azt mondta, hogy figyeljetek ide, hát ki az a Pál, meg ki az az Apollós, ők eszközök csupán, de Isten az, aki igazából számít, és akkor hangzott el ez a mondat, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Ebben a Biblia versben két igazság látható a növekedéssel kapcsolatban. Az első, hogy a növekedést Isten adja. A növekedést Isten adja. A személyes növekedést is, a gyülekezetünknek a növekedését is Isten adja. Azaz, a növekedés, azt nem mi csináljuk. A növekedés az nem a mi produktumunk. A növekedés az Istennek a munkája. Bele van kódolva az életbe a növekedés. Az életnek a jellemzője, a természete az, hogy növekszik, hogyha egészséges és megfelelő közegben van. Amikor tehát növekedésre vágyunk, akkor mindenek előtt az Úrra kell néznünk, és hozzá kell fordulnunk, és őt kell kérnünk, hogy Uram, adj nekünk növekedést. Hogyha szeretnél növekedni, akkor bízz az Úrban, és kérd őt, hogy Uram, adj nekem növekedést. Ha szeretnéd, hogy a gyülekezet növekedjen, akkor fordulj az Úrhoz, és imádkozz, és kérd, Uram, adj nekünk növekedést. Ez az első igazság, amit hangsúlyoz ez a Biblia vers, de van egy másik igazság is ebben a Biblia versben, mégpedig az, hogy ugyanakkor azzal együtt, hogy Isten adja a növekedést, mégis eszközöket használ benne. Figyelitek, mit ír Pál? Azt mondja, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adta. A növekedés Istentől van, de mégis szükség van eszközökre. Szükség van olyanra, aki ültet, szükség van olyanra, aki plántál, és még más egyéb dolgokra is szükség van ahhoz, hogy a növekedés az végbe mehessen. A növekedést tehát nem előidézni kell, hanem biztosítani. Nem mi idézzük elő a növekedést az életünkben. Mi biztosítjuk azt, hogy a növekedés végbe mehessen. Ha az élet számára megfelelő körülményeket biztosítunk, akkor növekedni fog. Ha ezeket a körülményeket felszámoljuk, vagy meg sem teremtjük, akkor az élet nem növekszik, sőt elhal. Tehát a növekedésünket, a sajátunkét is, meg a gyülekezetünkét is vagy akadályozzuk, vagy biztosítjuk. Mi itt a Veszprémi Keresztény Közösségben nem akadályozni szeretnénk a növekedést, hanem lehetővé tenni és biztosítani annak a feltételeit minden módon. Az Úrtól kapott bölcsesség szerint. Ámen. Ebben hívlak összefogásra benneteket. A gyerekeink alsó tagozatosok, most már van, aki felső tagozatba lépett, és hát környezetismeretből ezekben az években többet tanulnak a növényekről, állatokról, egyebekről, többek között arról is, hogy mire van szüksége egy növénynek ahhoz, hogy élni és növekedni tudjon. Most nem akarom az ilyen irányú ismereteiteket firtatni, úgyhogy inkább elmondom, nagyon egyszerűek egyébként, hogy a növényeknek ahhoz, hogy élni és növekedni tudjanak, főleg a haszonnövényeknek két fő típusú dologra van szüksége. Egyfelől szüksége van megfelelő környezeti feltételekre, másfelől szükségük van megfelelő gondozásra.
Mik a megfelelő környezeti feltételek? Na, akkor mégis mondjatok egy pár dolgot, ami kell. Fény, talaj, víz. Megfelelő hőmérséklet. Igen, öt dolog. Talaj, víz, napfény, levegő és megfelelő hőmérséklet. Hogyha ezek a dolgok egy növénynek adottak, akkor már nagyon nagy esélye van arra, hogy növekedjen. Hogyha haszonnövényről van szó, akkor ezen túl még megfelelő gondozásra is szüksége van. Tehát, hogyha megvannak a megfelelő környezeti feltételek, és megvan a megfelelő gondozás, akkor növekedni fog. Ma arról szeretnék beszélni, hogy milyen környezeti feltételekre van szükségünk ahhoz, hogy szellemben és lélekben növekedni tudjunk, illetve, hogy Isten milyen eszközöket rendelt a szellemi növekedésünknek a biztosítására. Azaz, mi mindennek kell jelen lennie az életünkben ahhoz, hogy az Istentől való növekedés végbe menjen az életünkben. A növekedés eszközei, ezt a címet adtam a prédikációmnak. Kezdjük a környezeti feltételekkel. Egy pár igét hadd mutassak nektek. Az első, az Efézusi Levél 4. fejezetének a 11-től 16. versig tartó része. És ő, vagyis Jézus Krisztus adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ez a szakasz Páltól a növekedésről szól, és az elmúlt hetekben is már többször idéztem, és ma is többször vissza fogunk térni hozzá. Most két dologra szeretnék ebből a szakaszból rámutatni, ami a növekedésnek a megfelelő környezeti feltételét biztosítja. Az első, amit pirossal kiemelve látok, így hangzik, hogy az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel. Tehát van egy dolog, amire mindenképpen szükséged van ahhoz, hogy növekedni tudj. Ez pedig az igazság. Nem úgy általánosságban az igazság, hanem Istennek az igazsága. Akkor fog tudni egy ember növekedni a belső emberében, szellemileg, lelkileg, hogyha Isten igazságainak a közegében van. Ahogyan a növénynek szüksége van a megfelelő talajra és a megfelelő egyéb környezeti feltételekre, úgy neked is, nekem is, a gyülekezetnek is szüksége van arra, hogy Isten igazságának a milliójébe legyen. Tehát, hogy ne hazugságok, ne tévtanítások, hanem Istennek az igazsága vegyen körül bennünket. Itt az eredeti nyelvben az aletheia szó szerepel, ami azt jelenti, hogy valóság, tényszerűség. Tehát nem annyira az erkölcsi jellegű igazságról beszél az ige, hanem inkább a valóságról. Tudjátok, hogy a valóság az nem csak annyi, amit mi látunk a szemeinkkel belőle, hanem a valóságban ott van a láthatatlan világ, ott van a múlt, ott van a jövő, ott van Isten, ott van Istennek minden valósága. És az életben igazából akkor fogunk tudni jól eligazodni és növekedni, hogyha Isten igazságait egyre inkább megismerjük. Tehát szükségünk van arra, hogy az igazsághoz ragaszkodjunk. Isten igazságaihoz akkor fogunk tudni növekedni. Egy másik rész, amire felhívnám a figyelmeteket, ennek a folytatása, azt mondja, az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben. Mindenestől ő hozzá, aki a fej, és aztán a végén is azt mondja, hogy a test, vagyis a gyülekezet gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. A másik dolog, ami környezeti feltételként szükséges ahhoz, hogy növekedni tudjunk, ez Istennek a szeretete, vagy Istennek a kegyelme. Akkor, amikor érzed, hogy Isten szeret téged,
amikor érzed, hogy a bűneid meg vannak bocsátva, amikor érzed, hogy Isten nem az érdemeid szerint bánik veled, hanem elfogad téged, és szeretetből megáld, akkor ez nagyon megerősítelek tud hatni belül. Tehát szükségünk van Isten igazságára, igazságaira, hogy körülvegyenek bennünket, és szükségünk van Istennek a szeretetére, vagy kegyelmére. A Efézus 6.16-19-ben ezt írja a Biblia. Adja meg nektek az Úr dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Nézzétek, mit ír Pál, miért imádkozik? Azért, hogy mi a szeretetben meg tudjunk gyökerezni. Vagyis bele kell gyökereznünk abba, hogy Isten szeret bennünket. Bele kell gyökereznünk Istennek a szeretetébe, Istennek a kegyelmébe. Azt mondja, hogy megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Akkor fogunk teljességre jutni, akkor fogunk tudni felnövekedni, hogyha rendszeresen tapasztaljuk Istennek a szeretetét. Hogy ha megismerjük, hogy mi a mélysége, a magassága, a szélessége és a hosszúsága Isten nagyszerű szeretetének és elfogadásának irányunkban. Ez megint olyan, mint a növény esetében mondjuk a megfelelő hőmérséklet és a napfény. A növények nem tudnak növekedni, hogyha nincs napfény és nincs megfelelő hőmérséklet. Te se és én se tudunk növekedni, hogyha nem élünk Isten szeretetében. Hogyha nem tapasztaljuk az ő elfogadását az életünkben. Szükségünk van az igazságra, az olyan, mint a talaj, meg olyan, mint a vízzel felszívott ásványi anyagok, amivel táplálkozni tudnak, amiből építkezni tudnak a növények. Szükségünk van Isten igazságaira, de szükségünk van Istennek a szeretetére és a kegyelmére is. Ezért nagyon fontos, hogy a gyülekezetben ilyen milliót alakítsunk ki. Nagyon fontos, hogy a gyülekezet Isten igazságaira épüljön, hogy a gyülekezetben Isten igazságait hirdessük, és ezzel vegyünk körül minden hívőt, de az Isten igazságaival együtt arra is nagy szükség van, hogy Istennek a szeretetében éljünk, hogy amikor eljöttök a gyülekezetbe, akkor érezzétek, hogy ez egy olyan hely, ahol szeretjük egymást, ahol nem a világban ismert viszálykodások, békétlenség, elidegenedés van jelen, hanem az Istennek a szeretete. Tudjátok, át kell adnunk magunkat ennek a légkörnek. Át kell adnunk magunkat annak a milliónek, amit Isten ki akar alakítani ebben a világban. A következő dolog szintén ebben a szakaszban látható, azt mondja, hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szelleme által. A harmadik dolog, amire szükségünk van ahhoz, hogy megfelelő környezetben lehessünk és növekedni tudjunk, ez Istennek a szelleme, a Szent Szellemnek a jelenléte. Mert a Szent Szellem az, aki valóságos személyként, de láthatatlanul jelen van közöttünk. A Szent Szellem az, aki be tud hatolni a lényünknek a legmélyére, a lelkünkbe is, a testünkbe is. A Szent Szellem az, aki Istennek a valóságát érzékelhetővé teszi számunkra. A Szent Szellem az, aki elvégzi Isten átformáló munkáját bennünk. És ezért szükségünk van arra, hogy Isten szellemének a közegében mozogjunk. A 2 Korintus 3.17-18 ezt írja. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Mi pedig, miközben feletlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által. Dicsőségről dicsőségre. Figyelitek, hogy mi által formálódunk át? Azt mondja a Biblia, hogy az Úr szelleme által formálódunk át. Tehát látjátok, hogy ezek a dolgok szükségesek ahhoz, hogy átformáló közeg legyen az életünkben. Szükségünk van Isten igazságaira, amihez ragaszkodunk. Szükségünk van Isten szeretetére, amely elrejt bennünket. És szükségünk van Isten szellemére, aki mindazt a munkát elvégzi bennünk, amit csak Isten akar. Bizonyára láttatok már olyan gazdaságokat, ahol üvegházban vagy fóliasátrakban nevelgetnek haszonnövényeket. Miért csinálják ezt az emberek? Miért építenek üvegházakat? Miért húznak fel fóliasátrakat? Azért,
mert szeretnének egy olyan klímát, egy olyan elszeparált, mesterségesen létrehozott légkört megteremteni, amely alkalmas arra, hogy a haszonnövények növekedni tudjanak a külső zord körülményektől függetlenül is. Ennek óriási üzenete van. Testvérek, a gyülekezet Isten akaratából, Isten akarata szerint egy olyan hely, mint egy üvegház, mint egy fóliasátor, ahol a minket körülvevő istentelen világban lévő légkör ellenére Isten létre akar hozni egy olyan mennyei atmoszférát, amely alkalmas arra, hogy növekedjünk benne. Ámen. Mert ebben a világban nincsen jelen Isten igazsága, mert az emberek elszakadtak Isten igazságaitól, és úgy élnek, ahogy nekik tetszik. De a gyülekezetben Isten létre akarja hozni az ő igazságának az atmoszféráját. A világban nincsen jelen Isten szeretete és Istennek a kegyelme, hanem ott egy durva, elvárásokra épülő rendszer van, és nagyon sok bűn által mérgezett légkör van. De Isten azt akarja, hogy a gyülekezetben a szeretetnek és az ő kegyelmének a légköre uralkodjék. Ebben a világban Isten szelleme nem úgy működik, mint ahogyan a gyülekezetben. Jézus maga mondta, hogy amikor eljön hozzátok a pártfogó, akkor ő nálatok lesz, és veletek lakik. És azt mondja, ti ismerni fogjátok őt. A világ nem ismeri őt, mert nem részesülhet belőle, de ti részesülni fogtok belőle. Értitek? Isten azt szeretné, hogy te egy olyan fóliasátorban, üvegházban növekedj, ahol folyamatosan bejöhetsz, ahol folyamatosan egy isteni millióban élhetsz, ahol növekedni tudsz. Élned kell ezzel a lehetőséggel. Hogyha kint akarsz növekedni a világban, akkor nem fogsz tudni olyan mértékben gyümölcsöt teremni, mint amikor ebben a millióban tudsz részt venni. Tehát Isten igazságai, Isten szeretete és a Szent Szellemnek a jelenléte szükséges ahhoz, hogy megfelelő környezetben lehessünk a növekedéshez. Ezeknek kell folyamatosan hatnia ránk, hogy szellemben, lélekben egészségesek legyünk és növekedni tudjunk. A kérdés, hogy milyen eszközöket használ Isten abban, hogy ez a növekedés végbe menjen. Mert ez a három dolog, az ő igazsága, az ő szeretete, kegyelme és a Szent Szellemnek a jelenléte, ez a környezetet teremti meg. De mik azok az eszközök, amelyeket használhatunk a magunk és egymás életében ahhoz, hogy biztosítsuk azt a növekedést, amit Isten akar adni. Hét dolgot szeretnék felsorolni nektek, előttetek, amelyek a növekedésnek az eszközei. Az első, ugye látjátok ezt az ábrát, ezt azért tettem csak fel, hogy újra láthassuk, hogy mely területeken akarja Isten, hogy növekedjünk. A teljes körű növekedés akkor következik be, amikor növekszünk a tudásban, vagyis Isten igazságainak az ismeretében, amikor növekszünk a rálátásban, azaz Isten gondolatainak, szemléletmódjának a megértésében, amikor növekszünk a meggyőződésben, azaz a belső személyes hitünkben, hogy minden úgy jó, úgy helyes és úgy igaz, ahogy Isten mondta, amikor növekszünk a jártasságban, azaz Isten igazságainak, akaratának a gyakorlati megcselekvésében, illetve amikor növekszünk a jellemben, azaz a Krisztushoz hasonló belső emberben. Tehát mik azok az eszközök, amelyek ezt a növekedést elősegítik az életünkben? Az első dolog Isten igéje. Ez a legkézenfekvőbb eszköz, amit Isten használni akar abban, hogy növekedni tudjunk. Nézzünk egy pár bibliai részt. Apostolok cselekedetei, 20. fejezet, 32. vers. Azt mondja Pál ezeknek a presbitereknek. Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánlak titeket, amely felépíthet, képes felépíteni benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Nézzétek, Pál apostol miről beszél? Mi az, ami képes felépíteni a hívőket és a gyülekezetet? Azt mondja, Istennek és az ő kegyelme beszédének. Tehát Isten beszéde képes felépíteni az életedet. Szükséged van Isten beszédére, hogy rendszeresen olvasd, tanulmányozd, hallgasd, foglalkozz vele, befogadd, megvald, cselekedd. Szükséged van Istennek a beszédére ahhoz, hogy növekedni tudj. Isten beszéde nélkül nem fogunk tudni növekedni. Egy következő ige, a 2 Timóteus 3.16-ban van. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra,
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Figyelitek, mit mond Pál Timóteusnak? Azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Miféle írásról beszél itt az apostol? A Szentírásról, a Bibliáról. Azt mondja Pál, hogy a Biblia, a teljes Szentírás Isten szelleme által lett belehelve ebbe az emberi világba. Istentől ihletett, és hasznos. Isten azért adta, hogy hasznunkra legyen. És mi mindenben hasznos Isten beszéde? Hasznos a tanításra, hogy tanítson bennünket rajta keresztül. A feddésre, vagyis hogy rávilágítson az életünkben a helytelen dolgokra, és helyreigazítson bennünket. A megjobbításra, vagyis hogy jobbak legyünk ma, mint amilyenek tegnap voltunk, hogy előrébb tudjunk lépni, és az igazságban való nevelésre, hogy egyre feljebb tudjunk nevekedni. Miért? Azért, mert így lehetünk tökéletesek, minden jó cselekedetre felkészítettek. Itt a tökéletes szó, ezt már többször mondtam, nem a hiba nélkül valóságot jelenti. Ez a görög szó, a teleios, ez azt is jelenti, hogy célhoz ért, vagy érettkorú. És helyesebb lenne úgy fordítanunk ezt, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre, hogy érettkorúvá váljon az Isten embere. Minden jó cselekedetre felkészített. Tehát minek a segítségével akar Isten felnevelni téged, hogy érett felnőtt korra juss el? Az ő beszéde által, az írás által, a Szentírás által, ezért kedves testvérem, szükséged van arra, hogy Isten igéjével közösségben legyél, hogy olvasd a Bibliát minden nap, hogy hallgasd Istennek az igéjét, az ige hirdetést, az ige magyarázatot, hogy tanulmányozd. Szükséged van Isten igére, és szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a teljes írás. Vannak emberek, akik az írásnak egyes részeit szeretik, akik mindig a Zsoltárok könyvéből olvastak, mert az olyan buzdító, de soha nem olvassák az ószövetségi történeteket, vagy soha nem olvassák Pálnak a leveleit. Vannak, akik azt mondják, én az evangéliumokat szeretem, de mondjuk a Jelenések könyvét inkább hagyom, mert az olyan furcsa számomra. Ahhoz, hogy egészségesen táplálkozzunk, ahhoz teljes körű vagy változatos táplálkozásra van szükségünk. Tudjátok, hogy a fizikai életben is az egyoldalú táplálkozás betegségekhez vezet. Azt mondja Isten igéje, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Vagyis szükségünk van a teljes Bibliának a tanulmányozására, a megértésére, ahhoz, hogy nevekedni tudjunk. Menjünk tovább, nézzünk egy második eszközt, amit Isten használ abban, hogy növekedjünk. Ez az imádkozás és az imádat. Amikor az igével vagyunk közösségben, akkor Isten szól hozzánk. Amikor imádkozunk és imádjuk az Urat, akkor pedig mi szólunk ő hozzá. Ezért van az például, hogy az Isten tiszteleteken is ez két fontos eleme az összejöveteleinknek. Egyrészt imádjuk az Urat. És imádkozunk. Miért? Hogy aktivizáljuk magunkat, és hogy megszólítsuk őt, hogy kapcsolatba lépjünk vele aktívan. Másrészt hirdetjük az igét, hogy Isten szólhasson hozzánk, és építhessen bennünket az ige hirdetés által. Szükségünk van az imádkozásra és az imádatra. Amikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélgetett ott a kútnál, a következőt mondta neki, János 4:23-24-ben. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem. És akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk. Amióta Jézus meghalt a kereszten, majd feltámadt a halálból, és eljött a Szent Szellem, azóta nem bizonyos földrajzi helyeken, nem bizonyos fizikai épületekben kell Istent keresnünk, és vele találkoznunk, mint ahogy előtte volt. Ugye előtte a Jeruzsálemi templomba kellett mindig elmenni. Azóta már nem oda kell mennünk, arra azt mondja Jézus, hogy bárhol lehetséges Istent imádni. Azt mondja, hogy Isten szellemi lény. Ezért mindenütt jelen van, és az igazi imádók, azok szellemben és valóságban imádják az atyát. Azaz, a szellemüket nyitják meg Isten felé, a szellemükben összekapcsolódnak Istennel, amikor imádják őt, és ekkor egy valóságos kapcsolódás jön létre Isten és mi közöttünk. Az imádat, testvérek, és az imádkozás, az az Istennel való egy szellemmé válásnak az
aktusa, és a cselekménye, és a lehetősége. Amikor imádkozunk, amikor dicsérjük az Urat, akkor össze tudunk kapcsolódni Istennel. Nekem mindig az a kép jut eszembe, vagy többször erről, mint amikor vannak, tehát vannak olyan vadászrepülőgépek, amelyek ilyen légi utántöltésűek. És akkor fölé repül ez a tankergép, és akkor összecsatolják egy cső segítségével a két gépet, és a tankergépből üzemanyaggal töltik fel repülés közben a vadászgépet. És utána, amikor feltöltötték, akkor szétválnak, és a vadászgép tovább haladhat leszállás nélkül, hogy a küldetését teljesítse. Amikor imádkozunk, amikor dicsérjük az Urat, akkor egy ilyen összecsatlakozás történik. Rácsatlakozunk a szellemünkben Istenre, és Istenből fel tudunk töltekezni. Mi imádjuk őt, és az őt megilleti, de mégis mi profitálunk belőle inkább, mert miközben imádjuk, az ő személye visszahat ránk, és feltölt bennünket. Ezért szükségünk van az imádkozásra és az imádatra. Mert amikor ez történik, akkor Isten épít bennünket, és növekedni tudunk. Nézzétek, mit ír a Biblia, ezt ma már olvastam, de nézzük meg még egyszer, a 2 Korintus 3, 17-18-ban. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úr szelleme, ott a szabadság. Amikor Isten szelleme betölt és megérint, akkor felszabadulsz. Felszabadulsz a terheid alól. Akkor megszabadulsz a bűneidtől. Amikor Isten szellemének a közegében vagy, akkor megszabadulsz a gonosz szellemektől, és újra Istennek a dicsőségével tudsz megtelni. Figyeld, mit mond az ige. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr szelleme által dicsőségről dicsőségre. Mikor történik az, hogy mi fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét? Akadályok nélkül. Amikor imádjuk őt és imádkozunk. Amikor Mózes lejött a hegyről, ahol találkozott annak idején Istennel, emlékeztek, ha olvastátok a Bibliát, hogy egy leplet kellett teríteni az arcára, mert sugárzott az Istennek az ereje az arcából, és ezt nem tudták elviselni Izrael fiai. Ezért egy leplet ráterített. És a lepel miatt Izrael fiai nem láthatták az Isten dicsőségét Mózes arcán. Na most figyeljetek csak, a mi arcunkra is gyakran oda kerül egy ilyen lepel. Ahogy dolgozunk, munkába járunk, próbáljuk a mi ügyes-bajos dolgaikat intézni, akkor ilyen lepel kerül oda a lelkünkre, a szívünkre, ami miatt nem látjuk Isten dicsőségét. Vagy azt mondhatjuk, hogy a hét minden napján és minden órájában egyformán látjuk Isten dicsőségét? Igaz, hogy nem? Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én velem azért gyakran előfordul, hogy éppen nem érzékelem olyan nagyon valóságosan Isten dicsőségét. Tudom, hogy az övé vagyok. Ez nem kérdés számomra meg, hogy őt követem, de nem érzékelem a lényemben az ő dicsőségét. Mert ott van egy lepel, a munkának, a terheknek, a mindenféle életgondjainak a leple ott van rajtam. Na most, mire van szükség ahhoz, hogy fel tudjunk töltekezni, hogy ez a lepel elkerüljön? Amikor odajössz az Úrhoz, és elkezded dicsőíteni őt, és elkezdesz imádkozni, akkor ezt a leplet félrehúzod a lelkedről. És amikor dicsérjük az Urat, akkor ráfigyelünk szellemben és valóságban, és elkezdjük látni az ő dicsőségét. Mert a dicsőítések miről szólnak? Az ő nagyságáról, az ő szeméről, nem a mai dalok is, amiket énekeltünk. Arról szóltak, hogy ő kicsoda, hogy ő mit tett velünk. És amikor ezeket énekeltük, és amikor ezeket szívből énekeltük, akkor érezzük azt, hogy újra kitisztul a kép előttünk Istenről, az ő nagyságáról, az ő szeretetéről, és elkezdjük őt feretlen arccal szemlélni. Mit mond az ige? Mi történik akkor, amikor ezt tesszük? Akkor az ő képére elkezdünk átformálódni, az ő szelleme által. Vagyis növekszünk. Tehát az imádkozásra és a dicsőítésre szükségünk van ahhoz, hogy növekedni tudjunk az Úrban. Harmadik eszköz a gyülekezet. Isten a gyülekezetet is arra rendelte, hogy a növekedésünkben eszközként használja. Az apostolok cselekedetei 8. fejezetében van leírva, amikor ez az etióp főember, aki Jeruzsálemben járt Istent imádni, hazafele tartott a hintóján ülve. Sokszor idéztük már ezt a történetet. Tudjátok, ez egy ilyen diaszporában élő izraelita volt, aki a törvény szerint évente 3-szor felment Jeruzsálembe, hogy ott a templomnál imádja az Urat. És egy ilyen alkalommal tartott hazafelé, és még mindig ott volt benne az a lendület, hogy ő keresi Istent. És még hazafelé is a hintóján ülve olvasgatta az írásokat, egész konkrétan Ézsaiás prófétának a tekercsét. Azám
csak hogy nem értette. A Szent Szellem oda küldte hozzá Fülöpöt, az evangélistát, aki már egy újjászületett megtért Krisztus követő volt, hogy szolgáljon e felé az ember felé. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy az az ember Ézsaiás prófétát olvassa, és akkor egy kérdést intézett hozzá. Érted is, amit olvasol? Az így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Figyeljétek csak ezt a kis sztorit. Olvassa, de nem érti. Egy Istenre vágyó ember, aki közösségben van az igével, de nem érti. Mit mondott Jézus azokról, akik hallják, de nem értik az igét? Olyanok, mint az útfélre hullott mag. Jönnek a madarak, aztán elkapkodják. Arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ennek a főembernek szüksége volt egy másik emberre ahhoz, hogy Isten igéjét jobban megértse. Szükségünk van egymásra, szükségünk van más hívőkre ahhoz, hogy növekedni tudjunk. Azt mondja ez a főember, te, hát akkor szállj föl, és ülj mellém, ide a hintóra. Tehát mit csinál ez az ember? Közösséget vállal. Közösségre hívja a Fülöpöt, és azt mondja, most akkor beszélgessünk erről, és akkor mondd el nekem, hogy neked már mit mutatott meg az Úr ezekből az igékből, hogy én is láthassam, és én is tudhassam. A gyülekezet többek között ennek a helye, főleg az új hívők esetében. Amikor olvasod az igét, de még nem érted azt. És hogyha csak magadra vagy hagyatkozva, akkor nem fogsz tudni növekedni, és nem fogsz tudni előrébb jutni. Szükséged van olyanokra, akik előtted járnak már, nem azért, mert jobbak, mint te vagy, vagy értékesebbek, csak azért, mert hamarabb kezdték, vagy éppen az Úr nekik erre adott ajándékot, és szükséged van rájuk, hogy az ő segítségükkel tudj tovább növekedni. Amen. Ezért szükséged van, többek között ezért is szükséged van a gyülekezetre. Menjünk vissza megint egy picit ez az Efézus 4:11-16-hoz. Azt mondja, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket. A Krisztus testének az építésére, míg eljutunk a felnőtt korra, a nagykorúságra. Figyeljétek csak, mit mond az ige, hogy adott Krisztus bizonyos embereket a gyülekezetnek szolgálati ajándékként. Öt dolgot sorol fel. Apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat, tanítókat. Ezek az emberek nem értékesebbek vagy jobbak, csak Isten ajándékokat adott nekik. Miért? Hogy szolgálják a gyülekezetben lévőknek a növekedését. Azért adta Isten, hogy ők felkészítsék a szenteket a növekedésre, hogy eszközök legyenek a növekedésre. Testvérem, nekem is szükségem volt, és szükségem van ma is arra, hogy Isten használjon embereket eszközként az én életemben. Hogy növekedni tudjak. És neked is szükséged van arra, hogy Isten használjon eszközként az életedben embereket arra, hogy növekedést adjon neked. És ennek a helye a gyülekezet. A gyülekezetbe adta Isten ezeket a szolgálókat, ezeket az eszközöket. A 16. vers ezt írja. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Na most miről olvasunk itt? Azt mondja, hogy az egész test, tehát látjátok, testről beszél. Tagok összességéről, testről, gyülekezetről. Azt mondja, az egész test mit csinál? Egybeilleszkedik és összefog. Egybe kell illeszkednünk. És össze kell fognunk. Engedd, hogy Isten beleillesszen téged a testbe, a gyülekezetbe. Akarj összefogni a többiekkel. Mert ez az Istennek az akarata. Egybeilleszkedve és összefogva, azt mondja, különféle kapcsolatok segítségével. Hogyan fog a növekedés történni? Különféle kapcsolatok segítségével. Szükségünk van kapcsolatokra. Nem minden kapcsolat egyforma a gyülekezetben. Ahogyan a testünkben sem minden kapcsolat egyforma. Például a kislábam ujja nem ugyanolyan kapcsolatban van a fülemmel, mint mondjuk a koponyacsontom. Furcsa is lenne. Kapcsolat van köztük? Hát persze, hogy van, de ez egy áttételes kapcsolat, egy nagyon fontos kapcsolat, és a kislábam ujjának szüksége van a fülemre is, és a fülemnek is szüksége van a kislábam ujjára. Mert
nehéz dolga lenne az egyiknek a másik nélkül. De másfajta kapcsolat van köztük. A gyülekezetben nem mindenki között ugyanolyan kapcsolat van. Az nem baj, hogyha nem mindenkinek egyformán vagy a barátja a gyülekezetben. Az nem baj, hogyha nem mindenkit egyformán érzel közelállónak magadhoz. Ez egy bizonyos létszám után nem is lehetséges. De szükséged van kapcsolatokra. Azt mondja a Biblia, hogy különféle kapcsolatok segítségével. Tehát különféle kapcsolatokra van szükség, de szükség van a kapcsolatokra. A gyülekezet nélkül nem tudsz növekedni. Szükséged van a közösségre ahhoz, hogy növekedhess. Menjünk tovább, nézzük a negyedik eszközt. Ez a gyakorlás. A Máté 28:19-20-ban, amikor Jézus a misszió parancsot kiadja az apostoloknak, ezt mondja. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. A tanítvánnyá tételnek az első lépése az, hogy hirdetjük a jó hírt. A második lépése, hogy a hitre jutókat és megtérőket bemerítjük. A harmadik lépése, hogy tanítjuk őket. Mire kell tanítanunk a tanítványokat? Hogy megtartsák mindazt, amit az Úr Jézus parancsolt. Hangsúlyozni szeretném, hogy megtartsák. Nem csak arra kell tanítanunk, hogy megismerjék, hogy megértsék, hogy egyetértsenek vele, és higgyenek benne, hanem arra kell tanítanunk, hogy megtartsák. Átültessék a gyakorlatba, hogy gyakorolják mindazokat a dolgokat, amiket az Úr ránk hagyott. Testvérem, kell, hogy gyakoroljuk azt, amit Jézus meghagyott nekünk. A gyakorlatba át kell, hogy ültessük. A növekedés nem fog végbe menni anélkül, ha nem gyakoroljuk azokat a dolgokat, amiket az Úr nekünk meghagyott. A Zsidók 5:14-ben a következőt írja, 1 Timóteus 4:7-8, majd a következő lesz a Zsidó. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Szóval a szentségtörő és vénasszonyos meséket, bármi is legyen az, azt utasítsuk el. Inkább azt mondja Pál Timóteusnak, gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Múlt vasárnap is idéztem ezt a verset, és elmondtam, hogy itt a test gyakorlása szó, mögött a görögben a gymnasia kifejezés szerepel, amit mi is ismerünk, a gimnasztika szó ebből származik, és ennek az a jelentése, hogy gyakorlás vagy edzés. Arról beszél az ige, hogy vannak, akik a testüket edzik rendszeresen, szisztematikusan azért, hogy ezáltal izmosak legyenek. És a múltkor is elmondtam, hogy erre mindenkinek van esélye. Ha keresel egy jó edzőt, és hetente háromszor elmész, és elvégzed azokat a gyakorlatokat szisztematikusak, akkor garantálom, hogy fél év múlva izmosabb leszel, mint amilyen most vagy. Ugyanígy a szellemi érettségre is szert lehet tenni, hogyha bizonyos gyakorlatokat szokásunká teszünk. Azt mondja a Isten igéje, hogy gyakorold magad a kegyességben, azaz szokásszerűen ültesd át a gyakorlatba azokat a dolgokat, amiket az Úr tanít neked. Mert így fogsz tudni növekedni. És akkor nézzük azt a bizonyos Zsidó 5:14-et. A nagykorúaknak pedig kemény eledel, szilárd táplálék való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Mit mond az ige? Minek a következtében alkalmas a nagykorúak érzéke arra, hogy megkülönböztessék a jót és a rosszat? A gyakorlat, itt is a gymnasia szó szerepel. A gyakorlatozás, az edzés következtében válunk képesekké arra, hogy a jó és a rossz között különbséget tegyük. Vagyis az éretté váláshoz, gyakorlásra van szükség. A kislányom tornázni jár, a Hanna, most már több éve, és hihetetlen számomra, csodálatra méltó, hogy ezek a tornász lányok, ezek ugyanazokat a gyakorlatokat csinálják hetente háromszor, 2-3 órán keresztül, éveken át. Tehát nem úgy van, a torna nem olyan, mint a foci, hogy ilyen csel, olyan csel, így futok, úgy futok. Hanem ez a versenytorna, ez olyan, hogy vannak formagyakorlatok, és ezt csinálják éveken keresztül. Hihetetlen. De akkor lesz valaki bajnok, hogyha gyakorolja. És minél többet gyakorolja, annál jobban fog neki menni. És ezek ilyen megszállottak, hogy csinálják órákon keresztül, hetente többször, hónapokon át, hogy egy kicsit jobbak legyenek benne. Hogy még gyorsabban, még szebben, még jobban menjen nekik.
Az Úr azt akarja, hogy gyakoroljuk azokat a dolgokat, amiket tőle tanulunk. Azt akarja, hogy gyakorold azt, amire ő tanít. Ne csak gyönyörködj benne, ó, de fantasztikus, így, ez is igaz, tényleg úgy valahogy az Úr mondja. Tényleg sokkal jobb megbocsátani, mint visszájkodni. Gyakorold is! Tényleg milyen fantasztikus az igével közösségben lenni, mert hát tényleg a teljes írás Istentől ihletet és hasznos. Hát én meg akarom ezeket a dolgokat. Ó, de csodálatos! Gyakorold is, testvérem! Akkor olvasd, tanulmányozd, vegyél részt benne! Ó, tényleg, amikor imádom az Urat és imádkozom, ez történik, hogy lekerül a lepel a szívemről, és fedetlen arccal tudom szemlélni az Úr dicsőségét, és átformálódok. Ó, de csodálatos ez! Na menjünk haza, együnk egy finom vasárnapi ebédet ezek után. Még iszunk is rá egyet. Csináld is, gyakorold, gyakorold. Ha nem gyakorlod, sehova se fogsz jutni. Elméleti szakértő lesz belőled, elmehetsz az egyetemre oktatónak. De a piaci környezetben nem fogsz tudni elhelyezkedni. Na jó, ez nem azt jelenti, hogy minden egyetemi oktató elméleti szakember lenne, de ugye vannak ilyenek, akiket ha nem vesznek föl sehova, akkor tovább tanulnak. És egyetemi tanár lesz belőlük. Tehát gyakorolni kell. Menjünk tovább, nézzük az ötödik eszközt, ez a szolgálat. A szolgálat. Bizony, amikor teszünk valamit másokért azzal, amit Isten nekünk adott. Megint csak az Efézus 4:11-16-ot olvastam. És ő, vagyis Jézus adott bizonyos ajándékokat a gyülekezetekben. Miért? Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. A Krisztus testének építésére. Egy pár dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az egyik, hogy... A gyülekezetben a szolgálatokat nem csak a szolgálati ajándékoknak kell végezni. Ugye maximum 5 ember. Egy evangélista, egy apostol, egy pásztor, egy tanító, egy proféta, és akkor halleluja, dicsőség az Úrnak, most már épülni fog a gyülekezetünk. Mi beülünk ide, meghallgatjuk, megnézzük, hogy mit csinálnak, hogyan erőködnek, és utána lepontozzuk, fünfkuma, acht, jó volt, dicsőség, nagyon klasszú, felkészült, jó van, és mi meg passzív laikusként az egyház tagoknak a sorát így gyarapítjuk. Nem, azt mondja az ige, hogy a szolgálati ajándékoknak a gyülekezetben az a funkciójuk, hogy felkészítsék a szenteket. Olyanok, mint az edzők. Egy jó edző együtt megy a csapattal, de nem ő fog a meccsen játszani. És a csapattagok többet gyakorlatoznak, mint az edző. Az Úr azt akarja, hogy felkészülj a szolgálatra. Azt akarja, hogy te is szolgálj. Neked is adott ajándékokat. Neked is adott képességeket. Ha hiszed, ha nem. Ez így van. Értékes vagy. Isten használni akar téged. Fedezd fel a képességeidet, az ajándékaidat. Szükség van rád. Testvérem, nem csak neked van szükséged a gyülekezetre, hanem a gyülekezetnek is szüksége van rád. Úgyhogy amikor azon gondolkodsz, hogy elgyere vagy ne gyere, akkor ne csak abból a szempontból mérlegelt, hogy neked szükséged van-e ma a gyülekezetre, vagy nem, hanem abból a szempontból is, hogy szüksége van-e a gyülekezetnek rád ma. Hát elmondom neked pásztorként, igen, szükség van rád. Szüksége van arra, hogy itt legyél, mert ezzel már a gyülekezet bizonságtételét erősíted. Hogy mennyien együtt vagyunk, és rengeteg egyéb szempontból is szükség van rád. Tehát kell, hogy szolgálj. Nézzétek a 16. verset. Minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön. Hogyan épül a gyülekezet a test? Ha minden egyes rész működik, minden egyes rész működik. A passzív sejtek, azok a zsírsejtek, azok csak elhízáshoz vezetnek. És azokat le kell dolgozni, át kell alakítani izommá. Hogyha te egy zsírsejt vagy a Krisztus testén, akkor most szeretettel felszólítalak, hogy alakítsd át magadat izomsejté. Tedd hasznossá magadat. Kezd keresni, hogy az Úr mit akar rád bízni. Mert amikor minden egyes tag a maga adottságának megfelelően, tehát nem a másik adottságának megfelelően, hanem a maga adottságának megfelelően működik, a különböző kapcsok segítségével összefogva, akkor fog épülni szeretetbe. Ámen. Róma 12:4-6. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgálunk is. Egy test, sok tag. Minden tagnak más a feladata, de mindenkinek van, azt mondja a Biblia.
A nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, és e szerint szolgálunk is. Azt akarja az Úr, hogy szolgálj, hogy tegyél valamit, hogy hozzájárulj a testvéreid építéséhez. Felhívod őt telefonon és bátorítod. Vagy, nem tudom én, adsz neki egy ezrest. Vagy elmagyarázol neki valamit az igéből, amit ő még nem ért. És sorolhatnám, száz és száz módja van annak, ahogyan építheted a testvéreidet. Tedd ezt! Ötödik, illetve hatodik eszköze a növekedésnek a misszió. Az evangélium hirdetése. A Róma 10.13.15-ben ezt írja a Biblia. Meg van írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Itt van a megoldás, testvérek. Itt van a megoldás. A környezetedben élők problémáira. Ha segítségül hívják Jézus Krisztus nevét, meg fognak szabadulni. Meg fognak menekülni. Halleluja! Itt van a megoldás. Az ám, de attól, hogy a gyógyszer létezik, még nem biztos, hogy elérhető is. Mert így folytatja az igen. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hát hit nélkül nehéz. De hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hát ha nem hallottak róla, hogy higgyenek benne? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? Na itt van a kutya elásva. Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, mi kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Mi kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Lehet, hogy amikor az evangéliumot hirdeted, néha úgy érezted, hogy nem fogadnak kedvesen. De lesznek, akik kedvesen fogadnak, és azt mondja az ige, hogy milyen kedves dolog, amikor az evangéliumot hirdetők jönnek. A régi károli fordítás úgy írta ezt, hogy mi szép a békehírnök lábai. Mi szépek a békehírnök lábai. Ugye, ezen sokat mulattunk gyerekkorunkban. Na mindegy. Tehát a lényeg az, hogy akkor, amikor az örömhírt viszed valakinek, az egy kedves és jó dolog. És ezzel teszed lehetővé, hogy ők megismerjék az Urat, vagyis, hogy a gyülekezet növekedjen. Nincs gyülekezet növekedés misszió nélkül. És ebben aktívnak kell lennünk. Máté 28.19-ben Jézus a nagy misszió parancsban ezt mondta, menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát elküldettünk. Te is elküldettél, én is. Keressük a lehetőségét annak tudatosan, hogy hogyan mondhatjuk el a jó hírt másoknak. Apcsel 1.8. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miért adatott a Szent Szellem? Többek között talán elsősorban azért, hogy legyen isteni mennyei erőnk a tanúskodáshoz. Hogy amikor beszélünk Jézusról másoknak, akkor Isten ereje érintse meg és győzze meg őket. Azt mondja Jézus az apostoloknak, hogy ezt egyre szélesebb körbe fogjátok tenni. Jeruzsálemben, aztán Júdeában, aztán még szélesebb körbe Samáriában, majd egészen a föld végső határáig. Istennek ugyanez az akarata velünk. Azt akarja, hogy hirdesd Krisztust. Először a családodban, aztán a munkahelyeden, a barátaid szomszédságodban, aztán a városban, aztán a megyében, aztán az országban, aztán bárhol, az egész világon, ahova az Úr hív bennünket. Figyeljetek, nekünk is lehet olyan perspektívánk, hogy elmegyünk, gyülekezeteket alapítunk máshol, hogy a környező településeket is célba vesszük az evangéliummal, hogy a városunkat még inkább célba vesszük az evangéliummal. Arra hívlak benneteket, hogy gondolkodjatok ezen, foglalkozzatok ezzel, és a kínálkozó lehetőségeket használjátok ki, amikor az Úr lehetőséget teremt rá. Nézzük a hetedik eszközt a növekedésre. Hát, ugye ezt nem gondoltátok volna, de bizony, maga az élet is egy eszköz. Ezt így kiterjesztem, mondhatnám, hogy maga az élet egy eszköz a növekedésünkben, de ezen belül is hadd hangsúlyozom azt, hogy a nehézségek. Az életben tapasztalt nehézségek azok eszközök Isten kezében a növekedésünkre. Vannak nehézségek, amiket ő ad, ő enged meg, vannak, amiket nem tőle vannak, de bárhogy is legyen a nehézségek, azok a mi malmunkra hajtják a vizet, hogyha az Úrhoz ragaszkodunk. Az életben tapasztalt nehézségek általában két ok miatt következnek be. Az egyik, hogy az istentelen és megromlott világ hat ránk kívülről. Támadások érnek, kísértések, megpróbáltatások. A másik, amikor a bűn hat ránk belülről, és mi engedünk neki, és ilyenkor Isten meg kell, hogy fenyítsen bennünket. Megpróbáltatások által azért, hogy helyreigazítson. Nézzünk egy pár igét. Jakab 1:2-4. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Eszedbe jutott már egy kísértésbe örülni?
Ó, Uram, hálát adok neked ezért a megpróbáltatásért. Már úgy szerettem volna, hogy egy kis megpróbáltatás jöjjön, mert... Tudjátok, az igazi elkötelezett testedzők, azok nem olyan súlyokkal edzenek, amit már könnyen szerrel dobálnak, hanem kihívások elé állítják magukat. Tehát teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, tehát fejleszteni fog. Kitartóvá tesz Isten mellett, álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Itt megint csak a tökéletesség az a felnőtt érettkorúságot jelenti. A hibátlanok kifejezés a görögben azt jelenti, hogy minden részében épp. Nem azt jelenti, hogy nincs rajta hiba, hanem az, hogy minden részében épp, egészséges, funkcionál. És ezek a nehézségek bizony, a megpróbáltatások hozzá tudnak bennünket segíteni ahhoz, hogy növekedni tudjunk, amikor leküzdjük őket. A Zsidók 12:4-11-ig ír a Biblia a fenyítésről. Azt mondja, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellent egészen a vérig. És elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevezd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Ez van. Egy családban ez is előfordul, erre is szükség van. A fenyítésre. Miért? Nem azért fenyítjük a gyerekeinket, mert kegyetlenek akarunk velük lenni, vagy borsot akarunk törni az orrunk alá, hanem azért, mert a formálásnak már olykor nincs más eszköze a kezünkben, csak az, hogy fenyítsük őket. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát melyik fiú, vagy milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Ugye ez a törvénytelen gyerek, a fattyú. Ha valaki nem részesül fenyítésben, olyan, mintha nem is lenne apja. Kedves férfiak, apák, ha nem fenyítik a gyerekeiteket, akkor az bizonyos szempontból olyan, mintha nem is lenne apjuk. Az egyik legfontosabb feladata és kötelessége az apáknak, hogy neveljék és a szükséges fenyítsék a gyerekeiket, hogy helyes útra tereljék őket. Azután, testi apáink fenyítettek minket és tiszteletben tartottuk őket, nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Mert ők, vagyis a testi apáink rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek. Ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, sőt, keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Nézzétek, miről beszél az ige, hogy a megpróbáltatásoknak, a fenyítésnek mi lesz az eredménye. Az eredménye az, hogy az igazság békességes gyümölcsét hozza. Hogy helyre tesz bennünket, és ha igazságban járunk, békességünk lesz. Azért mondjuk a gyerekeimnek, fiam, ezt inkább én tanítom meg veled most, mint sem, hogy az élet tanítsa meg veled, mert az fájdalmasabb lesz. Bárhogy is gondolod. És Isten is azt akarja. Akkor lesz békességünk, ha igazságban járunk. De az igazságban járást meg kell tanulni, olykor a nehézségeken keresztül, olykor a fenyítéseken keresztül, amit Isten megenged, vagy ő maga hoz el az életünkben. Példabeszélek 20:30-ban azt írja az ige, zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások. De hát ez van. A nehézségek növekedést eredményeznek, sokszor igen hatékonyan. Igen hatékonyan változtatnak meg bennünket a nehézségek, és azt hiszem már csak egy igén van. Ézsaiás 38:17. Íme áldásul volt nekem a nagy keserűség, és te szeretettel kimondtad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűnömet. Ezékiás király imádkozik így, miután az Úr meggyógyítja a halálos betegségéből. És tudjátok, mit mond Ezékiás? Uram, áldásul volt nekem a nagy keserűség. Na most azért megjegyzem, ezt utólag mondta. Tehát amikor benne volt, akkor nem nagyon imádkozott így. Uram, olyan nagy áldás számomra ez a keserűség. Ó, úgy örülök, hogy mindjárt meg fogok halni. És hogy így fáj minden porcikám. Ó, olyan hálás vagyok neked, Uram, ezért. Nem. Viszont az a nehézség úgy fordította őt az Úr felé, mint ahogy azelőtt talán semmi sem. És olyan hatékony növekedést eredményezett benne, ami más nem eredményezett volna. És utána utólag azt mondja,
íme, bizony, áldásul volt nekem a nagy keserűség. Itt az áldásul szó a héberben az, hogy shalom. Ó, de csodálatos. Shalommá vált nekem az a nagy keserűség. Békességet idézett elő. Nehéz volt. Küzdelmes volt. Sok ima kellett hozzá. De utólag az eredménye békesség lett. És milyen jó ez a békesség számomra. Nos, testvérek, Isten eszközöket használ a növekedésünkben, mert azt szeretné, hogy növekedjünk. Isten terve, hogy növekedj. Isten terve, hogy növekedj. Te személyesen, és hogy növekedjen a gyülekezetünk. A növekedést nem mi csináljuk, nem mi idézzük elő, mi csak biztosítjuk. A növekedés Istentől jön, mert ő akarja adni a növekedést. Ahhoz, hogy növekedni tudjunk, megfelelő környezeti feltételekre van szükség, egy megfelelő milliőre, atmoszférára, Isten igazságának, Isten kegyelmének, és Isten szellemének a légkörére. És vannak eszközök, amelyeket Isten használ. Használja az ő igéjét, használja az imádkozást és az imádatot, használja a gyülekezetet, használja a gyakorlást, használja a szolgálatot, használja a missziót, és használja az életnek a nehézségeit. Ezek azok az eszközök, amelyek mind-mind a mi javunkra vannak. Ezért arra hívlak benneteket, testvérek, hogy tegyétek az életetek részévé ezeket az eszközöket. Vegyetek részt ebben a millióben, ne hagyjátok ki, ne éljetek a világban, gyertek be a gyülekezet foliasátrába, legyetek itt, ebben az isteni atmoszférában, rendszeres résztvevők legyetek, és az életeteknek tegyétek a részévé ezeket a dolgokat, amelyeken keresztül Isten a növekedéseteket szolgálja. Amen. Válj azzá, akivé Isten tervezett. Ez az én üzletem, ez Isten akarata. Válj azzá, akivé Isten tervezett.